Így mutat a Gergely Ugornyai Tiszapart mellett lévő Beregszíve üdülőközpont. Nemrég újították fel az épületet, amihez több kempingházat és villagóriát is kialakítottak. A vízisport és a kerékpározás kedvelőinek nyújt elsősorban pihenési és kikapcsolódási lehetőséget a komplexum. Mint azt Filip Sándor, Vásáros-Namény polgármestere elmondta, egyre jelentősebb a kerékpározás kultúrája a beregi térségben. Hozzátette, a város célja, hogy a Dunántúlon és külföldön élők közül is egyre többen felfedezzék az itteni lehetőségeket. Azon voltunk, hogy egy 21. századi körülményeket megvalósító projekt sort tudjunk beindítani, és ezzel is indult. A napokban elkészült az a vizes blokk, az a mosdóegység, amely nagyon fontos, hiszen a kerékpárral is vízi járművekkel érkeznek a látogatók, a vendégek, a turisták. Ezen kívül a régi alpesi házainkat megújítottuk, mégpedig úgy, hogy az alsó részt pontosan az áradások okán kivettük, és fölül pedig 2x6 ágyas szobákat alakítottunk ki, ebből 4-et, tehát egyszerre 48 férőhelyünk van abban az egységben, és persze fogadjuk a vizitúrázókat is, számukra pedig a nyár folyamán 5 darab katonai sátor ad szállás lehetőséget, 10 fővel sátranként, az egyszerre közel 100-an tudnak itt pihenni. A projektben fontos cél volt, hogy ne csupán a természeti látványosságok, hanem az egyházi értékek is megjelenjenek. A beregi térségben így a túra útvonalon elhelyezkedő templomok biztosítják a pihenőhelyeket, illetve azokat a kerékpáros szolgáltatásokat, amelyek a hosszabb kirándulásokhoz szükségesek. Ha a turisták egyébként is keresik a műemlék templomokat, akkor annak a közelében jó, hogyha meg is tudnak pihenni. Ez egy nagyon szerencsés adottság, és örülünk neki, hogy a beregi térségben is több helyen, Tálkoson, Csarodán és Tarpán kialakulhattak olyan segítségek, ahol nem csak a templom történetét mutatják be, hanem akár a kerékpárokhoz, alkatrészeket, a könnyebb javításokhoz megtalálják a kerékpárosok. Ilyen táblák segítik a tájékozódást a töltéseken kialakított kerékpárutakon a felső Tisza vidékén. A Tokajt a Nyírséggel és a Bereggel összekötő összesen 350 kilométeres kerékpárút fejlesztéseire több mint 400 millió forintot fordítottak. Révész Máriusz kormánybiztos úgy fogalmazott, a beruházásokkal a Felső-Tisza vidéke Magyarország egyik legkedveltebb turisztikai célpontjává válhat. A gátakon futó kerékpárutak esetében az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy miközben az ember a gáton biciklizett, nem tudta pontosan, hogy hol van, úgyhogy most az elmúlt évben 350 kilométernyi kerékpárutat tábláztunk ki, tehát ez a probléma megszűnt, és most egy nagy program keretében, a GINOP 719 keretében 430 millió forintot biztosítottunk arra, hogy az erre túrázók számára megfelelő szolgáltatások is kiépüljenek. Szorosan együtt tudtunk működni a református egyházzal, hiszen itt a templomok mellett, a templomkertek mellett nagyon sok olyan épület állt rendelkezésükre, ami nem találta teljesen pontosan a funkcióját, és ezekben az épületekben alakítottunk ki pihenőpontokat. A Beregszíve üdülőközpontnál csütörtök délután több tucatnyian pattantak kerékpárra, hogy megtegyék a túra útvonal egy részét a Tisza mentén. A résztvevők a nap folyamán a tákosi, a csarodai és a tarpai református templomnál tettek látogatást, majd a kora esti órákban Tivadarban értek célt.